Teherautóról rakják az ajándékcsomagokat Pakson a volt STK parkolójában. A tömegek kígyózó sorokban már várják az adományt. Paksi rászorulóknak, hajléktalanoknak, kisnyugdíjasoknak osztanak tartós élelmiszercsomagot. Bár az alapítvány telephelye tavaly megszűnt, idén egy utolsó alkalom adódott a segítségnyújtásra. Hát olyan váratlanul jött egy magánember adománya, pénzbeli adománya, aki még soha nem támogatott bennünket, és egy picit hozzátettünk mi is a minnyájon a nyugdíjunkból, és így sikerült 100 csomagot készítetnünk, és olyan 3500 forint ára egy csomag. A csomagban volt liszt, cukor, rizs, konzervek, kakaó, de kekszek, sütemények és csoki Mikulás is került bele. Hát minden évben jövünk ide csomagért. Hát az az igazság, hogy nagyon szegényes helyzetben élünk, és ugye ez a kis csomag nagy segítség a számunkra, a családunk számára. A Paksi Önzetlenül Segítők Alapítvány 20 éve oszt csomagokat a rászorulóknak. Tagjai már idős asszonyok, emberek, akik örömmel adakoznak két évtizede.